1991, birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Till one day a young man catches fire. This is Phoenix.
Sziasztok, sziasztok! Hello, Kevin! Itt Neutotó beszél, és esti borzongásra hívlak benneteket. Remélem nem írtam el. De jól vagyunk. Szóval, jó estét a hétfői fazmátba bepótoljuk. Aki hiányzott hétfőn, azt lebasztuk, és most itt van velünk, nem árulom el, hogy ki volt az. Találjátok ki. Úgyhogy nagyon kezdünk is szerintem lassan. Már itt vannak velem a többiek is. Srácok, mindjárt kezdünk. Beadlak benneteket, jó? Ne adjál be senkinek. Na, sziasztok. Na. Szóval ma este is itt van velünk Star Bunny. Hello. Wolf. Hello. És a tékozló fiú. Hello, Maxi. Érkeztem, most itt vagyok. Csak most. Két napot késett. De most itt van, az a lényeg. Hogy jöttem rá két nap múlva délfelől számítsatok. Még jó, hogy megígértem, hogy nem mondom el, hogy ki miatt maradt el a hétfői stream, de ellőttem a poént, sajnálom. Mindegár. Mindenki tudta, hogy miattam, tehát... Igen, mert mindenki más itt volt rá. De nem mutattuk meg streambe, valóban ez igaz. Nem mutattuk meg. Itt vagyunk már a váróban, a lobbiban. Ja, és srácok, új fülessel. Kapott egyet tőlem. Igen, balos igen. Jobbos. Nagyot csattam. Igyek azt egy jobbos balost. Úgyhogy ez már a támogatásotokból jöhetett létre. Ez egy Sony Bluetooth-os füles. Nem éppen a legjobb választás erre a célra. Ezt aláírom. Nem egy gamer headset, viszont vezeték nélküli. És nagyon jó a hangja. Tehát, és keci jó a hangja. Tehát ez az árérték arányban a legjobb Sony füles amúgy. Na, a családba rettartalomnak lőttek. Miért? A geci jó fülesért. Ja. Sose volt családbarát. Főleg, hogy fazmózunk. Meg főleg, amikor én itt vagyok, és akkor a mondatot úgy kezdem, hogy bazd meg. Köszönöm szépen, Telu. Bár egy kicsit korai volt még, de azért megijedtem. Lejjebb vitted a screamert? Ja, még... Nem, a lövés a 2000. Amúgy tényleg nagyon jó a füles. Tény és való. Meglátjuk, hogy szuperál a streamekbe. Aztán padobás ügyeti. Nagyon jól. Csak el ne felejtsem feltölteni. Srácok, akkor nyitom a szervert. Több játékos mód, kapcsolódás. Köszönöm szépen. Privát szoba létrehozása. Mondom a kódot. Mondd a kódot. 890149. Szokásos szíven, aki bejön, az kimegy. Annyit el kell mondanom, aktív zajszűréses a fülhallgató. Úgyhogy, ha ide teszem a kezem, akkor az azért van, mert a külvilágot hallom. Amúgy nem. Amúgy meg azért van, azért teszed oda, mert akkor nyomod a DJ festet. Igen, ez... Dum-dum-dum-dum-dum-dum. És ilyenkor nyilván nem hallak benneteket, mert amikor ide teszem a kezem, akkor el a mikrofon, meg vagy a fülhallgató hangját elhalkítja. Van, milyen füleshez mondja csak? Ez egy Sony VX 700. Ja, nem, bocsánat, VH900N.
DH900N. És abból is a kék. Jó. Mi közben néz ki rosszul? Akkor az új fülesem. Mr. Maxi a legmagasabb szint. Arra készüljétek, hogy ez nem gamer füles. Ebbe csak akkor tudtok mikrofont használni, hogyha külső mikrofonotok van. Tehát ebbe a beépített mikrofon az furcsán működik, mert ez egy headset igazából, és hogyha mikrofonnal használjátok, akkor egy sokkal rosszabb minőségű hangot hallotok a hát fülesbe. Dobozzal. Igen. De nem hanem az a lényege az egésznek, hogyha két hangeszköz van benne, egy nagyon jó minőségű, ami csak fülesként működik, és van egy headset hangeszköz, ami rosszabb minőségű. Valószínűleg azért, hogy kevesebb adatforgalommal is átjöjjön a hang. Aha. De nem teljesen értek, tehát átvált egy ilyen nagyon rossz minőségű, tehát tényleg ilyen headsetre, gyakorlatilag telefon minőségre, így mondom, és akkor érted, aha, hogy miről beszélek. Szóval ebbe a beépített mikrofon az gyenge. Leesett, igen. Na megyünk, vagy mi van? Mehetünk. Átadnám valakinek a királyságot, mert... Akkor lép ki. Inkább hagyjad. Ja jó, akkor én irányítsak. Aha, mit vigyünk? Tehát ne vigyünk mindenből sokat, mert szegények vagyunk, mint templom a gerek. Azt néztem, hogy az MF Raiderből elég egy, Ghostwriting Bookból elég egy, a Spiritboxból már van kettő, UV Lightból is elég egy, a videókamerából is elég egy. Igen, a zseblámpából vigyünk négyet, az kell viszont. Van 500 dollárom, mit vigyünk? Nem a Bluetooth, nem a gépemen lévő Bluetooth protokollja miatt rontja le, nem, ez minden eszközzel így működik, ezt le is írja a Sony, hogy ez így működik, pont. Na, én akkor egy dot projektort berakok, jó? Vagy az nem kell? A gép is két hangeszközt de lát. De van dot projektor. Tehát ha Bluetooth-szal csatlakozok, akkor két eszközt látok, és tudok köztük váltani. Vettem sót. Mit főzöl? Sose lehet téged. Én vásárolok egy zseblámpát. Bökel így. De melyik a jobb zseblámpa? A jobbik. Erősebb. De... Én nem igen, tehát menni. Van ugye a sima flashlight van, ami ugye olcsóbb, meg van a drágább, ami ugye 50 egy darab. Az 50-es kell. De nem tudok venni, azt a vásárlásom szürke. Na nincs elég pénzem. De 159 pénzem van, és 50 pénz a zseblámpa. Én nem tudok semmit se venni. Ja, de tudok venni. Ja, lehet, hogy nincs elég szintem hozzá. Szükséges szint, csak eltakarod. Úgyhogy nem... Na mindegy. Beraktam a 4 strong flashlightot. Köszönjük. Vettem szépen. 4 head kamerát. Most hanyan kérdezem, hogy ez mi, de eszembe jutott. Kell termométer, mert az sincs. De elég egy. Nem is vagyunk azt kívánni. Hogy kell kivenni? Nem tudom. Sehogy. A medszert raktad, nem vehetett ki. Nem mondod. Ez ilyen, beraktad a közösbe, akkor az a közös. Tényleg nem vehetem ki? Tényleg. Próbáltam úgy marad. Hát ennyi, hát most... Mi volt még, ami ilyen krucifixes izés volt a múltkor? Tudottad, ez olyan, mint a Lost Raktár. Ha egyszer beraktad, az már a így családé. Van. Így van. De ez egy teljesen jó. Egy szenzor. Az ember az utcait. Na, például is ugyanez van. Beraktam a izémat, az új fegyvermotos fegyveremet, 50 lőszerről azt valaki más kivette. Hát ez így működik amúgy, hát. Nincs elér, vagy maxi. Nagyjából még egy órát fogunk játszani, körülbelül, tehát 10:30-ig. Aztán plusz-minusz pár perc, ugye nyilván, hogyha 10:45-kor befejezünk egy kört, akkor már nem biztos, hogy belekezdünk egy másikba. Ha nyilván tovább húzódik egy pár percet, akkor nem szakítjuk félbe. Vagy feláldozzuk maxi. Hát én azt így is, a stream végén rituálisan. Jól van. Hát.
Szerintem mindenük megvan. Akkor megbízás kiválasztása. És Tanglewood Street House. Most kilépett valaki, vagy belépett valaki? Maxi kilépett. Itt van, megjött Baga Méri. Akkor menjünk a Street House-ba menjünk, vagy Farmhouse-ba? Indíts már valamit. Hát mindegy, a Farmhouse vagy a Street House, mert az a lényeg, hogy ne a zékbe menjünk, ne a börtönbe menjünk, ne az Asylum-ba és ne az iskolába. Gondolom aladó, haladó 16 szoba, 3 lépcső. Az jó? Az jó, haladó és jó. Amatőr vagy haladó? Haladó. Profi. Igazából te most mindenképpen szintet lépsz. Legyen amatőr, én azt mondom, hogy a legutóbbi kísérletünk alapján, amikor is szerintem egyet találtunk el a végén. Kizáltam szerintem a kezdjük az amatőrrel. És megint úgy van, hogy a csajok összetartanak? Abszolút. Azok mindig összetartanak. Így van, együtt megyünk pisilni is. Ezt akartam mondani, hogy még a WC-ben egymás bugyját is tartják. Nekem mindig ezt mondták az iskolába, hogy azért mennek párosával, mert fogják egymás bugyját. Tartják valakinek a bugyját. Ezt mondták nekem, hogy miért mennek a lányok kettesen, mert az másik fogja a másiknak bugyját. De ez, tudjátok, az az eset, a lányok se tudják, hogy miért mennek amúgy együtt WC-re. Ez a banán és a csimpánz esete, azt ismeritek azt a sztorit? Nem. Hogy gyakorlatilag fogtak négy csimpánzt, bezártak egy szobába. És az volt a lényege, hogy feltettek egy létre tetejére egy banánt. Ismerem. És aki érte ment, akkor elverték az összeset. Nem. Az volt a lényeg, hogy amikor egy érte ment, akkor leöntötték őket vízzel. És az volt a lényege, hogy nyilván ezt a majmok megtanulták, és ugye aki megpróbált felmenni, azt megverték. És, igen. És szépen van, egyesével kicserélték a majmokat, és a végén igazából sose öntötték le azokat a majmokat, sose jutottak el a banánig, de akárhányszor valaki a létrához nyúlt, azt megverték. Igen. Mert az új majom mindig felment a létrához. Igen, az új majom mindig felment a létrához, és jó megvert a többi. Aztán ugye kicseréltek, kettő lett az új majom. Én készen állok. Ja. De akkor nem kész egy indítást. Ja, jó van, ezért mondtam, hogy nem nekem kéne lenni. Jó hasfogó a banán, így van. Ja, csak ne húzd ki. Igen, így van. Na, Maxira várunk, igen. Persze, rám vártok még egy-két-három óra. Nem, Suditra várunk. Igen, ez egy új headset, így van. Ez egy Sony VH900N. Most én vagyok kenyérpirító. Aha, persze. Még végül úgy döntöttem, hogy nem gamer headsetet veszek, hanem egy jobb headsetet, amivel... kínai vackot bemeltek mindenki. Ahol normális hangot fogok tudni. Figyú már! Még így is gyorsabb volt a Maxinál. Tudiknak jelen, de kenyérpirítója van. Jó, és én hát, meg egy kibaszott krumpli játszok, bazd meg. Krumpli. Hallod, legalább 40 éves útere van. Ezt azt mondták. Telu meg Commodore 64-ről nyomom, érted? Hát. Egyik este jöhetsz, megpróbálhatjuk. DOS-ból indítottam a Fazmot. Fazmo exe, ott volt. Na, ha nem is streamba. De miért nem szeretnél velünk jönni amúgy, Maxi? Én csak veled nem szeretném. Ja, köszönöm. Jaj. Hol vagy, Maxi? Nem vettünk Smite Sticket. Hát miért nem vettél? Thomas Smith a neve. Ha minden igaz, csak olyan embernek válaszok, aki egyedül van a szobában, mondd ki a nevét, hogy ingerülté váljon, így paranormális aktivitás generálhat körülötted. Mit figyek magammal? Haló? Ez a Smash Sticks, ez micsoda? Mozgásérzékelő. A negyedik. Olyan már nincs nekünk, és nem vettünk. Füstölő. Füstölő. Ja, az nagyon jó. Akkor az agresszív. Próba, játékba hallotok? Uberját kell állítani. Hangpróba, játékba hallotok? Igen. Melyiket jó is kell nyomni, a V-t?
Hogy igen. Kell rakni? Thomas Smith. Hogy kell kidobálni? Thomas Smith. A G-vel. G. Azt mondom, hogy G. Én felvettem a könyvet, egy lámpát, meg egy termométert. Én hozok egy fényképezőt. Egy kamerát. Ja nem, ez egy EMF mérő, bocsánat. Jó van. Neki kell egy motion szenzor, ugye? Az kell nekünk. Igen. Fölvettem a motion szenzort. De bezzeg, ez itt van. Még öngyújtót is vettem a gyertyához, de ezért azt nem. A füstölő. UV lámpa van nálam. Megszólalt a Godzilla. Valaki felvette a kulcsot az asztalról? Persze, én. Itt van az asztalon. Ja, akkor nem. Mindenki felvette a fejlámpáját? Nem. Még nem. Még egyelőre próbálom a hangulat beállítani. Kinyitottam, itt van. Thomas Smith a neve. Szia Fanny, hello hello. Ha viszem a termométert, a keresztet, hogy jól érezzem magam. Kereszt ide nem kell. Jöhet, de jó jöhet. Nem de elvileg olyan nincs a könyvbe. Hát de attól hát még. Itt meg fejbe vághatom bele Maxit. Nem, ez igaz. Elvileg az update-elt változatban lennie kellene ilyen voodoo babáknak néha, meg Thomas ilyen... Ennek a táblának. Ez a... Mi az a Uja tábla, vagy mi a jó ég? Hoppa hoppa! Konyha! Konyha besípolt hármason, itt sárga. Az a mikrohullámos sütőnek nagy a sugárzásai. Kiakadt tőle az EMF mérő, a mikrótól. Leteszem a izé ide, akkor a mozgásérzékelő. Szóval, ha találtok új zsatáblát, akkor lehet vele kommunikálni elvileg. Figyeljetek, már előbb 4 fokot írt, most 20 fok van, ugyanis. Van valakinek kamera? Kihozta a kamerát? Én, de eltűnt. Thomas Smith. De várjál, a fényképezőgépre gondolok. Bocsánat. Ja, hol vagytok? Mert én fenn voltam amúgy. Gyere. Fényképezőgéped van? Azom is van. Akkor fényképezd már ezt a koponyát, itt aztán fölveheted. Zoli. Csak készíts róla szép képet. Várjál. Profilból. Felvetted? Ez koponya? Ha, fel lehet venni, fel kell venni. Nem bírom, nincs szám sem. Akkor felvettem, jó. Nem, elvileg fel tudod venni, tehát azt így csak így elteszel, de nem tudom. Thomas Smith. Várjátok, én feláldozom magam. Thomas Smith. Thomas Smith, adj jelet. Bezártam magam a falba. Thomas Smith, adj jelet. Thomas Smith, válaszolj. Thomas Smith. Csörög valami. Srácok, csörög az óra itt nálam. Ez mi volt? 8 fokok. Itt van ebben a szobában. És hol van? Gyertek a lépcsőhöz, ott, gyere vissza. Gyertek erre. Itt van. 4 fokon. 1 fokon. EMF mérő van valakinél? Az mi az? Nálam van, de nem akad ki. Egy picit felmegy kettesre. Miért nem tudom lerakni? Akkor letegyem ide a könyvet? Nem jobb klikkel rakom le a cuccokat, amúgy? Mármint eldobni akarod, vagy letenni? Letenni, hát elhelyezni az... Elvileg F-fel. Elvileg F-fel. Vagy F-fel. Mert csak egyedül lévőnek válaszol, úgyhogy ezt valakinek be kell. De elbújok ide a kanapé mögé, vagy... Lehet, egyébként, vagy még azt hát, lehetne, hogy csináljátok, majd oda, én beállom oda, és akkor valaki, kimegyek a kocsiból, nézd a fejkamerádat. Ó, ilyen közel vagyunk a bejárathoz. Ha? Azt kéne megnézni, hogy van-e izé, kis orbit, amit látni lehet a fejkameráján. Erre hol van? Tom...
Thomas Smith. Válaszolj. Ki nyomkodja? Thomas Smith. Írja könyvbe. Thomas Smith. Megvan, de miért villog? Légy résen. Mi villog? Thomas Smith. Thomas Smith. Hopp! Na. Ja, kiment. Fölment az emeletre. Igen, megizélődött a kamera is. Ilyen összescratchelt. Csinálni kéne róla egy fényképet. De nem írt a táblára. A mozgásérzékelőt se kapcsolta be. De. Kapcsolta. Be? Bekapcsolta? Na mondjuk levert, most levert, levert bögréket az út ajzéről. Valahonnan. Ilyet nem csinált a múltkoriban, egyik se. Hát mert ez egy újfajta szellem. De most nem tudom, hogy orbit volt az, vagy sem, amit láttam a kamerán. Kocs, egy ilyen baltás dolog volt. Izé nincsen UV lámpára, semmi sem reagál. Kért meg esetleg, hogy írjon a könyvbe. De felment az emeletre, megkértem, és nem írt. Ja, csak fogta magát és felsétált. De én viszont a motion szenzort kiviszem és hozok be valami mást. Hogy hívja? Thomas Smith. Thomas Smith. Thomas Smith. Thomas Smith. Thomas Smith. Write a book. Hogyan kell nézni itt a kamerát? Az igére tudsz kattintani a kamerák között. És akkor mindenkinek van, hogy a fejkamerája, azt tudod látni, vagy ha lerakunk egy tripodot, tehát azt a rendes kamerát tudod még, ugye. De hogy tudok belelépni? A egérre tudod kattintani a kamerák között. Thomas Smith. Kameránk volt? Ja, az Maxinál. De támad éppen? Fölment az emeletre. Most láttad felmenni? Én láttam felmenni, amikor izéltem, amikor beszéltünk. Gyere, Maxi, fényképezz le! És srácok, hogy vagytok amúgy? Beszéljetek, hogy telt a napotok? Beszélte be a szarba? Be az éjbe? Én nem hallottam. Nyilván messze voltam. Na várjál, akkor nézzük, hol van az a jé. Mit lehet csinálni a gyertyával? Megenni. Hát elvileg van olyan feladat, hogy fújja el neked a gyertyát. Hát de akkor azt megpróbálhatjuk, mert akkor... Nem az a feladat. Nincs olyan feladat, ugye meg nincs a könyvben. Hát de a könyvben nincs ilyen, hogy a naplóba, hogy ha nincs. Elfújja a gyertyát, akkor passz, akkor kidobom. Mit is beszéltünk, hogy mi ez a szürke doboz? Olyan... Vicces. Na, figyeljetek, elméletileg voltam. Nem volt fingerprint, igaz? Elvileg nem. Láttam. Nem. Jó, akkor ezt kihúztam. Szellemírás nem volt. Nem. Fagyos hőmérséklet nem volt. És a spirit boxra se reagált. Mi jött ki? A Raiju. Mindjárt elolvasom, mi is az a Raiju. De még van 25. Tehát eddig az EMF mérőre se reagált. Na, lássuk a Raiju. Raiju az egy démon. Aha. Az elektromos tárgyak reagálnak rá. És mi reagált rá? Az óra. EMF, neköt a szintnek kellene lennie, meg szellemgömb, azt nem is látjuk, az kamerán látjuk, nem? Aha, kint a kocsiból tudom. Akkor viszont megnézni. Valaki, próbáljuk már meg. Valaki el. Kellene hozzá tripod, hogy lerakni ugye úgy a legjobb. De a fejlámpán nem látszik? Nem tudom, mert mintha láttam volna itt a lépcsőnél, de lehet, hogy csak megcsillant a lámpád a, mit tudom, itt a tárgyakon. Ezt nem tudtam eldönteni. Ilyen kis pöttyöt kellene elvileg látni. Hát de az már eloszlott szerintem, mert régen. De kapcsoljuk fel a lámpákat, mert akkor elvileg attól beindul, nem?
Ha felkapcsolod a izé lámpákat, a Hát azt rendes mondja, az lámpákat. elektromosság hajtja. Melyik jött több szemben ezzel? Nem én. Lofasz, nem. Eskü nem én volt. Maxi az, hát itt zongorázni. Jó, hogy most jöttem be. Na, szóli. Figyeljetek, már Kit Harington az. Tényleg, Geci. Mi? Mit néztek? Mutasd meg. A kis képen. Hoppá! Négyes! Ott van. Mögöttetek az ablakon. Kap, fényképezd le! Legvan. Nem megy fel ötösig. Kettőt is csináltam véletlen. Nem baj, jó az. Én megyek kifele. Nem megy fel ötösre. Megnéztétek a két Harrington fényképét, és instant betámadott. És beakadt az asztalba. Le vannak ilyen kis fénycseppek, úgyhogy szellemgömbök vannak. Vannak. Ja nem, azok havak. Bocsánat, az hó volt. Az, ha kinézek itt, úgy is van. Így, olyasmi egyébként, mint a hó, csak ilyen, mit tudom én, egy ilyen nagyon fénylő karika. Akkor menjetek már vissza, és nézzük meg. Hanyas volt az MF? Négyesig ment fel. Nem volt. Akkor viszont nem Rajzs. Viszont akkor valaminek kell lennie. Igen. Rakjuk át az izéket. A cuccokat abba a szobába. Mert most a konyhába jelent meg. Fagyos hőmérsékletünk se volt, ugye? Szellemírás nem volt. Új lenyomat nem volt. Jókai, azt írja itt. Szellemek, jókai. Nézzük meg a jókait. Jókai. Jókai. Egy gyakori szem, amelyet vonz az emberi hang, gyakran kísértenek családi házban. Erősségek a jókai közelében történő beszéd felbészíti őt, és megnöveli az esélyt a támadásra. Vadászat közben csak közelre hall. Spirit Box, szellemgömb, meg Dots projektorra kell reagálni. Ki rakta le a földre a kamerát? Én. Mivel, hogy nem férte nálam a könyv. Az van, hogy mivel nem a játékba beszélünk, azért ugye például elvileg az is másképp hat a játékra. Ez lesz a Dots projektor, nem? Vagy ez... Melyik szobába volt? Most konyhába. Kere utána. Én mindig nem tudom, hogy mi ez, pedig múltkor megbeszéltük. Tessék, lámpa. Na, menjetek ki, és akkor én szólítok. Thomas Smith. Thomas Smith, írja könyvbe. Thomas Smith, írja könyvbe. Thomas Smith, mutasd oda, magad. Oda, te kezedben van a lejemet mérő? Nincs. Thomas Smith. Oda? Nem. Nincs nála, nálam van. De akkor gyere már ki. De elvileg, hogy ebben vannunk, ja. És... Várja, hol a konyha? Cseréljünk. Ha többen meg, ja. Akkor nem. Reagál semmit. Mit van? Zéd? Ó, ez jó. Thomas Smith. Látom, hogy zongorázó. Thomas Smith. Hello, Thomas Smith. Thomas Smith, írja könyvbe. Thomas Smith, írja könyvbe. Jön. De legalábbis elég elkezdett vibrálni a kamerát. Thomas Smith, gyere ide. Írja könyvbe, Thomas Smith. Thomas Smith. Itt nincsen, úgyhogy valahol máshol kell lennie. Itt nincsen. Híres utolsó szava. Thomas Smith. Thomas Smith, gyere ide! Nézzetek, a sztárban én mindjárt megőrülök. Itt tényleg? Van egy rongy az út a földön. Hol megyek oda? Nézzétek, ez nem volt itt eddig, ez a két rongy. Hol? Ez nem melyik? Volt itt. Ez nem volt itt, ez a két rongy. És a...
Tándor is leesett itt. Thomas Smith. Hát Tamás, gyere már elő. Hogy lehet felkapcsolni a lámpát? Na, jobb egy Balger gomb. Ha nem kapcsolik fel, akkor nem, akkor lebaszta a izét, a tuclit, a szellem. Aha, szellem csinálta, nézd csak. De jó, ja, visszakapcsol. Tessék, visszakapcsolta. Lehet, hogy itt van akkor. Thomas Smith, megint lekapcsolta? Nem, Thomas... még van áram. De én kapcsoltam most föl. Thomas Smith, mutasd magad. Thomas Smith, gyere ide. Thomas Smith. Valahol valami sisterünk. Bekapcsolt a tévét. A nappaliba. Mondom el, hogy drágább az elektromostól. Utozd le a tévét. Még jól csinálunk ilyen képeket, mert az kap, ad pénzt. Menjünk már valamerre, akkor fölfele vagy... Hát most bekapcsolt például a tévé, nem? Hát akkor menjünk abba a szobába, ahol a tévé bekapcsolt. Helyezzük át oda a gépeket, nem? De itt kezdtünk. Ott kezdtük. Hát és akkor valószínűleg itt is van amúgy. Itt levegyünk. Thomas Smith, show yourself. De csak egyedül, akkor... Thomas Smith, mutasd magad. Thomas Smith. Ti is halljátok? Hogy mi ez a hang? Ilyen dűnyögő hangot hallok. A játékból, amikor a játékba beszélek. Az ilyen dűnyögő hang. Vagy azt hallott, hogy felmegyünk a felső. Figyeljetek, már van itt a telefon. Senki nem látta, hogy ez itt van, igaz? Hol? Mindjárt zsebbe rakom. De most ezt nem hallod amúgy? Ezt amúgy nem hallod most te? Halló? Én nem hallom. Hát én hallak, ha most így mondod, hogy halló, meg hogy nem hallok. Most ezt is hallak. Aha. Na, azt mondod, hogy ez a dűnyögés. Nem, itt ilyen... Én izét hallok, ilyen... Valakitől visszahallod a streamemet. Ez nagyon érdekes, ilyen... Mint hogyha, tudod, ez a... Mint hogy egy szellem csinálna valamit, olyan... Valakitől szerintem visszahangolod. Thomas Smith. Thomas Smith. Show yourself. Hopp! Hanyas! Itt van a szobában. Ebbe. Kettes Hanyas. Volt. Thomas Smith. Show yourself. Köszönöm. Kapcsoljátok le a lámpákat. Köszönöm, Fanny. Persze. Hát mi? Lehet, négyes. Hol van? Bepasztta az ajtót. Ott van. Itt jön. Hát... Ki halt meg? Pada. Béke boraira. Ennyi. De úgy, hogy még a stream sem emett már. Úgy meghalt. négyes volt maximum. Négy, akkor nem tud fejem. Nekem is négyes volt a maximum. Bárhova mentem. Voltunk a pincébe, és egy halom ilyen... Ilyen hulla volt ott. Jó, hát akkor, ha nem volt ghostwriting, nem volt fingerprints, nem volt fagyos hőmérséklet, és nem volt ötös elmek, akkor jókai lesz. Akkor igaza van, aki mondta? Akkor mégse az a másik, amelyik az elektromos? Vajon neked? Mivel is? Mi lesz ez? Starbunny-nak 0%-on van az agya. De megvan az átlag 25%. Legalább, azzal, hogy teljesen őrült lettem. Kár, hogy
most már vennünk részt majd Styx-ek is. Pad a halál is sokat segített. Ja, nem tudjátok feldolgozni a halálomat. Mire szakaszol? Ja, mondjuk, igen, ott halt meg előttem, lehet, hogy az is, igen. Jókai. Jókai, hol van? Jókai, keresem, Jókai. Jókai, mor. Szóljátok, ha nyomhatom a gombot. Kapsz egy libacom. Lehet. Igen. Nyomhatod. Úgy, miért itt utazom? Ki vezet? Hát a sofőrünk. A Jani. Banshee volt. De várj, te azt mondtad a Banshee-t? Nem. Tudom. Bocsánat. Fényben eltöltött idő. Sötétségben eltöltött idő. Hát. De várj, te melyiket mondtad? Én nem ezt. Az a legjobb. Raichu-t, vagy valami ilyesmit mondtad. Tényleg az volt. Na. Most már kettes vagyok, tudok venni zseblámpát. Nem, már hármas szint kell zseblámpára. Na, veszek egy candle-t, egy krucifixet. Veszek egy kamera állványt, egyet. Egy sót, egy smudge stickset. Meg veszek egy fényképezőgépet. Meg... egy dots projektort, azt nem tudom, mert az hatos kell. Az van. 2x2 van. Van dots projektort, EMF readert, flashlightot, meg bukott, azt hiszem, azt mindig ad a játék. Jó, strong flashlightunk mennyi van? Köszi, Fanny, hello. Figyeljetek már, a flashlightot azt nem veszi el tőlem. Ból van 5 darabom, és nem veszi el egyiket se. Úgyhogy nem veszi el. Hát úgy, hogy mindig ott marad. Nem kell újra vegyem. Nem, a flashlightot nem. Levetettem a kameraállványt, meg a fényképezőgépet. Meg vettem 5. Jó, beraktam a 4 flashlightot. Motion szenzorunk van? Nincsen. Már le tudok venni. Nem tudok venni, 6-os szint kell hozzá. Motion szenzor? Mm-hmm. Hát csak hogyha a feladat kéri, ugye? Hát szerintem engedjük el. Na, valakinek volt 100 dollárja. Nekem 95 van. Jó. Nekem csak szintem nincsen. Hozzáad... Jó, akkor megbízás, elfogadhatom? Igen. Grafton Farmhouse. Tökéletes. Hogy vagy, Fanny? Szívem, te vezetsz, és hát te neked vannak. Régen beszélt. A mimeim? Csírek. Tudod, a csírháborút elnyerted. Ja, de persze, ja. Mellány vagyok. Mert elfogyott a csírem. Hajtunk. Köszönöm szépen. Lányok, ki az elsőbség? Ja, csak ugye, legközelebb ne így csináljuk, srácok. Már végén jelezték, hogy... hogy nem kéne. Amúgy majd beállítjuk, vagy be tudod állítani szerintem, hogy 100 alatt ne is vigyok, jó? Hát én nem feltétlenül szeretném, hogyha nem erről van szó, de... mert mindenkinek a csírje számít, csak ne vigyük túlzásba. Hát az, ha valaki bedob egy bitet, az is ugyanolyan fontos, mint aki 10-et. Kivéve Maxi, mert ő, hogyha 100-at dob be, az olyan, mint 1-et dob. Nálam Maxit szeretjük. Volt. Maxi nagyon aktív amúgy, tehát... Most ki nem töltött mi be? Én. Ja? Tudod, a kenyérpirító. De gyors. Dozból nem megy a legterően az indítás. Azért Maxira nem tudok most rosszat mondani, azon kívül, hogy hétfőn elkésed, de bepótolt a kedden, meg ma is, hogy összerakta a Discordon ezt a játékos dolgot. Ó, tényleg el kell küldenem. Magam dolgozni. Kicsodát.
Magam. Én holnap szabadságon vagyok, meg holnap után. Jó, jó neked. Héten. Meg jövő héten is szerintem. Hát jó, de ne, te nem szabadságon van, hanem munkanélküli vagy. Nem. Hát jó, van munkád, csak nem fizetnek érte. Kényszer pihenő vagyok. Dörög az ég. Hallom. Jó, kellemes. Én miért nem akarok betölteni, azt nem tudom. Kenyérpirítóban. Akkor ez a vicces, hogy a GTX 970 annyira nem is kéne kenyérpirítónak lenni. Nekem ehhez a játék. Akkor ezek szerint az én krumplim az jobb, mint a kenyérpirító. Így van. Hú, de dörög az ég, basszus. Ó, na, megjelent. Na. Itt vagyok. Na. Viszont a pluszit. Mindenkinek válaszol. Pár dolog már megtudtam, úgy tűnik Maria Martin ez a neve. Ha minden igaz, mindenkinek válaszol, mondd ki a nevét, ingerültő ványon, így paranormális aktivitás generálod. Fejtsd meg, miféle kísérlet. A csapatod átlagos elmeállapota esen 25% alá, pipa. Akadályozd meg egy vadászatot a feszülettel. Ez múltkor is nagyon jó volt, úgyhogy én viszem a feszületet. Én felvettem a smudge sticks-et, ezt a... Mi ennek a neve? Ez a tőzegfa itt a kezembe, vagy mi ez? Ja, de öngyújtót van? Ez a rőzse. Rőzse. Viszem az Maria EMF Márkenes, mérőt, jó. Meg egy lámpát. Csak kulcsot hozzátok. Nem bírom, tele van a kezem. Oszta kurva. Valaki nincsen, izé, fejkamera. Padám. Megvan. Kulcsot felvettétek? Előbb mondtam, hogy igen. Ja, jó. Bocsánat. Hát figyeljetek, amúgy ebben a faházba simán lakni. Bejáratom már egy volta. Igen. Ez jó dolog. Itt jártunk elsőnek is, nem? Hát... Mindig ugyanaz a ház van, csak mindig más a szellem, ugye? Amúgy hallod, nagyon gyorsan elhúzták a csíkot, mert... még a sört is... Nincs effektív. Áram. Hát... faházban mit? Te a sört, hol van? Ott van. Ijjuk meg. Hopp, nyuszi! Bontatlan. Ha találtok ilyen állatokat, ezeket a plusz állatokat, ha azokat, itt egy maci, meg egy nyuszi, meg ha azokat elviszitek, és kidobáljátok a házból, meg így összeszeditek, és így arrébb dobáljátok, akkor attól nagyon fel lehet mérgesíteni. De jó, akkor ezt nem csináljuk. Keressünk már áramot. Hát... Vagy ennyi az áram, így? Hát van áram. Ja, értem, van, oké. Amúgy figyeljetek, már csépéről azt tanultam, hogy az ilyen palaszkok soha nem jelentenek jót. Sziasztok, Wolf vagyok, és ez itt a Jackass. Szerintem jó lesz a szemben. Ez az asszony. Srácok. Elkezdjük? Valaki mondja ki a nevét, és halljak meg. Tisztán. Kovács. Maria Martinez. Itt van, izé. Mutasd magad. A BSV. De nem. Maria Martinez. Hol vagy? Adj jelet! Maria Martinez, adj jelet! Maria Martinez. Where hol vagytok? Volt már valahol jelzés bármire? Nem. Van fent egy moci szobában. Kint gyerekágyban. Igen, van már három, kettő volt egy nyuszi is, meg egy maci is itt széken. És ha ezeket el lehet vinni, mondom, ezeket szeretik, ha kidobálják. Mit jelent? Most a WC. Milyen a WC? Várjál, hol van? Mi? Milyen? Csörög a telefon. Csörög a telefon. Kihaz, kicsörög. Ha egyébként a izé koszos. Csonti, kinél van fényképezőgép? Nálam. Akkor fényképezd le. Meg a WC-t is fényképezd. És ez egy gyerek. Nem, az elvileg nem. Elvileg a csap szokott feltelítődni barna folyadékkal, azt tök még lefény. De ha van kameránk, akkor egy embernek nem kéne kint lennie amúgy nézni. De lehet fényképezve ez a csonti? Le, ja. Akkor felveszem. Törő tüveg van. Kitört a tükör. Maria Martinez. Maria Martinez. Mutasd magad. Add jelet, Maria Martinez. Maria Martinez, add jelet. Maria Martinez.
Szerintem Maria Martinez fél a rőzsémtől. Új, itt van egy doboz, hey, ez pont kéne nekem. Látom fehér, nem az a baj, hogy ez égkék, ez nem jó. Maria Martinez. A kell, Maria Martinez. Mutasd magad. Adj jelet, Maria Martinez. De hogy sehol nem jelez be, mert még valaki be... Ki bújt be a szerszűbe? Belebújt a szekrénybe. Nézd már, kérek én. De nagyon hülyén néztek ki. És? De itt nem talál meg a szellem. Maria Martinez. Ezt ki mondja? De mi az a jó? Én, Maria Martinez. Tehát a dolgod. Nem, nem azt kimondja, hanem, hogy nem találja meg őket a szellem a szekrényben. Maria Martinez. Mutasd magad. Hagyjatok itt. Ez itt mi? Maria Martinez. Így néz ki egy öltöző. Maria Martinez. Szégyenlős vagyok. Maria Martinez. Kap szégyelje magadat. Show yourself. Vagy Maria Martinez, mutasd magad. De hogy sehol nem izéli be magát. Szia Sandi, hello, hello. Szia Sandi, Maria Martinez. Csáó, csáó. Egyszer felhívott minket telefonon. De akkor se szólt bele, azt mondta, hogy Maria Martinez. Mit mondott? Semmi. Hallod meg ilyet a ventilátortól, mert olyan fura hangja volt. Mi van? Állj be ide. Milyen fura hangja? Menjünk le szerintem, ezt így... Hoppá, becsukódott egy ajtó, ti csuktátok be? Hol? Fönt az emeleten. Nem. Ez a szoba, ahol... Akkor gyertek föl. Ezt hogy nyílott ki? Ez az előbb, mint zárva volt. Hát kinyitottam. Én nem, hát zárva volt, te hülye. De én nyitottam ki. Ja. Maria Martinez. Maria Martinez. Show yourself. Maria Martinez, mutasd magad. Maria Martinez, mutasd magad. Hoppá! Mit kell csinálni? Belvileg hallod benne a hangját. Maria Martinez. Maria Martinez. Igen, a spirit boxot, ha lerakod, akkor így lelo, így egyszer csak így megszólal, vagy valami ilyesmi. Ha. Maria Martinez, elvileg, mutasd magad. Azt hiszem, elvileg van még egy equipment, vagy valami, mintha le kellene lennie, és akkor az így segíti ez az összekötetést a szellemvilággal, vagy mi a jó ég. Maria Martinez, mutasd magad. Lehet, hogy nem élvezi azt, hogy mindenkinek van egy kereszt, meg egy füstölő. Lehet. Maria Martinez. Hosik tőle. Nem nagyon akar. Semmi, se egy mínusz, se egy elme, semmi. Gratulálok, Sandi. Abszolút. Maria Martinez. Lehet, hogy nem ez a neve. Tehát ez... Na, ez volt odaírva. Maria Martinez. Nem tudom pontosan, hogy mit akar a lovas vizsga, de ha mesélsz róla, akkor elhiszem. Maria Martinez, mutasd magad. Ez a neve. Könyvet hozott valaki? Maria Martinez. Először meg kéne találnunk, hogy hol van. Show yourself. Maria Martinez, mutasd magad. Szerintem a házban. Maria Martinez. Moxie. Maria Martinez. A bőrcs. Maria Martinez. Maria Martinez, show yourself. Ide bebújjuk. Maria Martinez, mutasd magad. Ezeknek annyi gázuk van, hogy... Amerika lassan derogat. Maria Martinez. Maria Martinez, show yourself. Szárva van? Vagy én... Ja, ez... Ami borzalmas, hogy nem akar megjelenni. Maria Martinez, show yourself. Hát én mindjárt eldobom a lámpámat, és összeszedem a játékait, komolyan mondom már. Maria Martinez, mutasd magad. Valami csörög megint. Igen, valami sípolást hallottam én is. Maria Martinez, mutasd magad. Maria Martinez, komolyan mondom, mutasd már magad, lusta szellem. Szerintem te lusta Maria Martinez. Figyelj, most eldobom a lámpámat. Elveszem ezt a nyulat, ha látnám. Nem látom a lámpa nélkül. Szerintem csak miért nem talán eldobod el, nem másról látsz. Mert nem akarom eldobni a rőzsé. Ezt kiviszem. Félsz, hogy felveszi Maxim. És oda lehajintom. Viszonyik a lámpám. Maria Martinez. Maria Martinez, show yourself. Maria Martinez, mutasd.
utasd magad. Hol a többi kis állat? Maria Martinez, te vagy az? Ott van egy ajtó, van. Egyedül nem nagyon merek bemenni. Jössz velem. Gyere. Maria Martinez. Ott van egy maci is bent. Maria Martinez, mutasd magad. Üzem a maciát, elloptam. Büszke vagyok rá. Maria Martinez, mutasd magad. Hol vagytok? Lopkodjuk a macikat. Mindenhol ez a nő van, Maria Martinez. Hát az a Maria Martinez, amúgy lopkodjuk a macikat. Most dobáljátok ki. Most itt van, ide ledobtam kettő. Nagyjából. Még én egyet ott bent. Elvileg, hogyha egyeseket elmozdított, és ezt dobálod, ezért akkor... Bekapcsolta a ventilátort. Ez ment eddig is. De én lekapcsoltam. Nézd! Ez maxi biztos. Ezt az ajtót kinyitotta ki? Én. Az előbb csukva volt. Én voltam. Maria Martinez, mutasd magad. Maria Martinez, gyertek fel, van még te maci meg. Maria Martinez, mutasd magad. Figyeljetek, már kirak az építőző asztalra egy boltet. Nem fontozzuk? Maria Martinez. Maria Martinez, show yourself. Maria Martinez, show yourself. Maria Martinez, give a sign. Oké, okay. Akkor azt ide lehet összük. Hát akkor csak az emeleten lesz. Szandi, ez az amúgy tök jó hangzik. Amit leírja. Nem lehet, hogy a fizék elfújták? Ventilátorok? Maria Martinez. Maria Martinez. Sorjosszal. Maria Martinez, mutasd magad. Maria Martinez. Felveszem? Itt csörög a telefon. Maria Martinez, sorjosszal. Maria Martinez. Pizzát hoztak, azt mondták. Itt az elmefélő kiakad. Na végre valami. Kiakad. Hát nem kiakadt, de valamit csinált, nem? Mit nem, csinál? Nekem nem sípolt, nálam az van. Itt egy nyuszi. És gyereknevetést hallottam. Kurva jó. Maria Martinez, mutasd magad. Maria Martinez. Hol hallottak ezt? Itt az előszobában. Maria Martinez, show yourself. Maria Martinez, give us a sign. Miért kell minden ajtót becsukni? Hop hop! A rádió. Én voltam. Ó, bazd meg. Maria Martinez, give us a sign. De ez csak telefonon hívogat minket. És mindig azt mondja, hogy itt a pizza. Maria Martinez, show yourself. Maria Martinez, mutasd magad. Maria Martinez, kap be! Maria Martinez! Mutasd magad! Maria Martinez, adj jelet! Van valakinél UV? Vagy esetleg bárhol egy... Maria Martinez, mutasd magad! Szellemtől én nem világítanám meg UV-val padát. Maria Martinez, mutasd magad! Maria Martinez! Hop-hop. Valaki nagyon nyomja a rádiót. De verem, nem lehet vele valamit befogni? Maria vagy... Martinez, mutasd magad. Hát lehet, hogy az EMF nem reagál rá amúgy. Hőmérőt hoztunk? Mit hozzak? Hát én hoztam egy hőmérőt. Én hoztam hőmérőt. Hozom a... UV-t. Hozzá UV-t akkor. -4 fok van itt az előszobában, csak így mondom. Na, az jó. -9. Maria Martinez. Lehet, hogy sokat számít, hogy összegyűjtöttem a maciait. Tényleg? Maria Martinez.
Show yourself. Maria Martinez, mutasd magad. Kapcsoljátok már a videót, mert... Ezt gyűjtöm már mióta. Ügyes vagy. Ezek mennyiben. Itt 18, ide erre. Várj, eltűnt. Most jó, most itt van mínusz fok. Megnézem, van-e boost orbit. Maria Martinez, mutasd magad. Maria Martinez, mutasd magad. Ez nem támad, ez egy békés szellem. Lehet, hogy ez is egy jel. Ezek Maria ilyen Martinez. Híres utolsó szavak amúgy. Jó, itt 15 van, itt. Lehet, hogy be kéne csukni az ajtót. Tehát oké, hogy leraktátok a kamerát, csak rossz irány. Én csak eldobtam, hogy tudjak hozni egy vizet. Mit kell megnyomni, hogy a Night Vision-t mutassa a kamera? A billentyűzetet. De... Itt valaki ja? Nevet. Itt nevet. Itt van. Aha, villog. Kamerák itt nincsenek. Hello. Valaki megvan. Én voltam. Istenem. Honnan jött? Nem fentről. Tudom, nem láttam. De amikor föl... Nálam van a feszület. Nálam is van. A tripod az be van kapcsolva? De. Miért látom? Rossz vele néz. Már az tudék. Basszus, hát akkor ezzel... Maxi, nem mászkálj meg. Most kifele néz a házból valami. Nem. Most semmi rendben kell nézem, mert megfordítottam. Na, akkor megkeresem, várjál. Na most jó. Be van zárva az ajtó. Érdekes. De jó. Érdekes, hogy nézd, mindig én halok meg. Hát én akkor feláldozom, akkor én meghalok. Hoppá. Jön le a lépcsőn. Hopp. Lesz-e neked kereszt a kurva anyja. Meg lett. De nem húztak ki a Prevent the Ghost from Hunting with Crucifix. Viszont most mondom, az average sanity-ing az 0%. De konkrétan mindenki totál be van kattamva. Hát ilyentől mit szóval? Nem, még Starburn-nak 300, nem csak egy. Nem látok boost orbitot. Spirit Box volt. EMF mérő nem volt, új lenyomat nem volt. Volt Spirit Box. De beszélt hozzánk. Beszélt hozzánk, igen. Fagyos hőmérséklet volt, on rá jó. Azt mondja ezekre. On rá jó gyakran emlegetik a dühös lélekként, mivel a haldokló áldok. Becsapta az ajtót, most akartam lentről bemenni. Lentről jön le. A rőzsét. Crucifix. Meghaltam. Az mi? Csináltam képet. De csináltam képen. Az jó, legalább. Föntről jön le mindig. Igen, mindig föntről jön. Csinálni akartam egy lehet, hogy arra kéne állítani a kamerát, hogy a lépcsőt nézze. Ha kioltasz egy lángot körülötte, akkor az on rá jó támadásba lendülhet. Így. Retteg a tűz minden formáját, és bármit megtesz, hogy ne legyen a közelében. Az mondjuk akkor az okés lehet, mert ugye az izét, azt neki rá kell tolni. Hát itt tolhatná füstöt. De hogy indítom be, várja, így. Ó, ne! Ez egy hülye ötlet volt. Miért? Mert elégett a rőzsém. Hát ez csak egy kicsit ég. Igen, hát ezt elbasztam. Kihúzta. Vagy legalábbis azt hiszem, akadályozd meg. Aha, szerintem kihúzta, úgyhogy pozitív. Mi? Kihúzta? Igen, kihúzta. Hát az meg... De a crucifixet meg nem húzta ki. A crucifixet legutóbb se húzta ki. Na jó, szívem. Menj el a kocsihoz. De akkor... Hát találkozom magam a crucifixet. De akkor Sandy, sikerült az a lényeg, ugye? Tehát akkor most már mehetsz 90 cm magas pálya fölé is. Mi a neve? Martinez? Maria Martinez. Maria Martinez, show yourself. De most megtisztítottátok ezt a területet.
De most próbálom rávenni, hogy a kereszten sétáljon, hát ha csak akkor működik a kereszt, ha nincs a kezembe. Maria Martinez, sure yourself. Értem, de hogy ezen a, ezen a területen nem fog menni. Tehát, hogy új területen kell próbálkozni. Ja, van még az... egy keresztük. Maria Martinez, sure yourself. Maria Martinez, sure yourself. Ja, jön. Zél a kamera. Kipipálta? Nem. Hát akkor nem tudok vele mit csinálni. De Mucskot se pipálta ki valamiért, pedig rá volt tartva, szembe jött, és... Nem lehet, hogy meg kell nyomni egy F betűt, mikor jön? Mint ahogy megnyomtam az F-et a rüzsénél. Nincs semmit. Hampom. Mindegy, menjünk. Jobban rátartja. Hoppá! Hogy... Jön. Így fönt. Jön, szaladj jön. Szaladj el. Jön le a lépcsőn, jön le a lépcsőn. Aha, látom a kamerán. Jön közel-közel. Meg. Hát akkor ez hagyjuk. De nem húzta ki. Jó, hát ez hülyeség. Nem, mert ugye preventálnod kell a huntingot, de mivel megölt, így nem preventáltad a huntingot. És hát lehet, hogy ez volt. De te az elsőnél meg preventáltad, mert ott nem ölt meg ugye pada. Kettőt preventáltam. De bárki meghalt a huntingnál, miközben preventáltad? Hát a másodiknál nem, ott egyedül voltam már csak benne. Hát de meghaltál. Az elsőnél pada, tehát ez már a harmadik hántja volt. Igen, nem szabad senkinek meghalnia. Nem mondom, ott már egyedül voltam, senki nem halt meg. Fent voltam az emeleten, ott dobtam el az egyik üzét. Hát majd valaki nézze meg, hogy hogy kell huntingolni, vagy hogy kell... Jó, megvan. Mit csinálsz? Basz, megnyomtam a gombot, nem akartam. Gratulálok. Ragudjatok, nyomtam a gombot. De jó, onrá jót nyomtam, úgyhogy... Na, te mindenki ez egy nem... Kísérleti bizony árny. Ez egy nagyon fura kísérlet volt, alig akart megjelenni. Hát mennyi ideig meg se jelent egyébként. Mi állt meg nálad? Csak nálad állt meg. Legalábbis remélem. Nálam is szakadozik néha. Igen. Live. Ráfrissítes, ez működik csak néha. A Twitchnek van baj, srácok. A... Hát erre tudom azt mondani, hogy nálam nincsen kihagyott képkocka, tehát minden eljut a Twitchhez. Ha nagyon gáz lesz, akkor vissza tudjátok nézni majd holnap vagy holnap utántól a YouTube-on. Hát ezt nem észárolt. Hát ez nagyon fura szellem volt egyébként. Veszek fényképezőgépet. Én ez a csajszi vagyok. Veszek kameraállványt. Nem ez a csajszi akarok lenni. Jó. Fényképezőgépből elég egy. Ma olyan nap van, hogy mindig a streamer hal meg először. Én szeretem az ilyen napokat. Mert nem te vagy, aki meghal először, mi? De ilyenkor kapva legalább látja, hogy ki hal meg. Gilbert, egy chosen van! Hogy kell ide karaktert váltani? Ott van egy change a képek alatt. Az van váltás. Maxim mindjárt kimegy a kocsihoz és elkezd vele váltogatni. Én leszek ez a karakter, aki még nem döntött el, hogy fiú vagy lány. Szóval elhagysz, értem. Tehát már a műtétre készülsz. Nem, hanem elbizonytalanodtam. Jaj. Nem csodálom mondjuk. Ennyi krucifixes próbálkozás után. Én is elbizonytalanodom. A karakterünk nem keresztény, és azért nem hat a kereszt. Hát de. Akkor mindenkit megáldok. Most. Jaj. Nem tudom, mi lehet azzal azért. Most az ilyen bagos, vagy ezért, nem tudom. Lehet mondani, hogy Jézus, én téged választottalak. Na, megyünk, vagy nem megyünk, mi sem. Na, akkor megbízes kiválasztása, Willow Street House. Azt vágjátok, hogy igazából amatőrön vagyunk, és egyet se találtunk még el? Tehát, hogy így... Figyelj, ezt próbáljuk meg haladón, tuti eltaláljuk. Egyébként aha. Az mekkora lenne? Nem próbáljuk meg haladón. Próbáljuk már meg haladón. Én addig nem vagyok, nem nyomok rá, kész vagyok. Kész. Nem érdekel. Nem érdekel, kész vagyok.
átlagos a szellemvadász élmény átlagos felkészülésénél, átlagos időválasz vadászatok között, átlagos vadászatok. A nyugtató kevesebb józansági szintet tölt vissza, kezdéstén nincs áram, kevesebb a búvóhely, halálkor pár tárgyat kapsz vissza. Tehát akkor... Hosszabb felkészülési idő, hosszabb idő vadászatok között, rövidebb vadászatok, a nyugtató jobban visszatölti a józansági szintet, halálkor a tárgyait felét visszakapod. Én amatőrre szavazok. Én is. Nincs pénzünk. Money. Mondjuk ki, nem értik itt a magyarok a Virgin Mediát, a UPC. Hát de... De az nem UPC. De, hát... Ugyanaz a cég. Ja. Azért volt tavaly, Maxi nyomira a kész vagyokra, azért volt tavaly az áramszünet, mert azért nem volt net, mert megvették a Forma 1-et. Mondjuk az már 3 éve, de... Nem, tavaly az űrutazás miatt oda kellett a pénz. Meg az áram. Az űrutazás? Mentek az űrbe? Hát nem hallottad? A sült krumpli Mike. Az első... Első kettő civil, nem, első kettő civil űrutazás megtörtént. Tavaly. Ez milyen majd? Leszpónolok, az meg 98%-os az agyam. Úgy tűnik, hogy a neve Patricia Harris. Csak egy embernek válaszol. De jó, akkor megint azért lesz. Megint meghalok. Felejtsd meg, miféle kísérlettel van dolgod. Kísértette. Találj az EMF mérővel aktivitást, akadályozz meg egy vadászatot a feszülettel. Ezt megint én fogom csinálni. Fotózd a szellemet. EMF mérőt is. Viszek könyvet. Én tippelek, Banshee-hoz. És nem hoztunk zseblámpát, azt ugye vágják. Nem, ott egy zseblámpa, azt viszem. Egy darab van. Ha, zseblámpa. És srácok, ez az utolsó játékunk, úgyhogy szép. Rajtad hány zseblába van? Zseblába? Zseblába? Kin volt 2 zseblámpa? Hello? Figyelj, nézzétek, hogy oldalát több hely van nálunk. Egyébként. Van valakinél termométer? Van felettem. Akkor viszek egy termométert. Mit kell csinálnunk? Elmenni a házhoz. Egy fok van. Kint. Karácsonyban. De ez a ház, tehát itt sincs túl meleg, azért ilyen, ha 6 fok van, basszus, hogy be kéne fűteni. Miért bújtál el oda, Maxi? Hát én bejöttem, kinyitottam a házat, azt így elbújtam. Mivel nincs lámpánk, így felkapcsoljuk a lámpákat. Mit szóltak hozzá? Jó, lehet, hogy egyszerűbb. Patricia Harris? Csak egy ember válaszol. És az én leszek, mert nálam van az EMF mérő valószínűleg. A csúzem van. Oda, hogyha lenne lehetőséged felmenni egy ilyen űrugrásra, felmenni? Abszolút. Milyen űrugrásra? Patricia Harris. Amit a Virgin Galactic. Válaszolj. Virgin csinál jelenleg. Patricia Harris, válaszolj. Mi ez a nagy zúgás? Az autó? Nem, a ventilátor. Szerintem a gamer számítógép. Patricia Harris. Nézd meg, 3 monitorra. Patricia Harris, válaszolj. Ott egy maci, itt is vannak macik. Szia, Toxic. Szevasz, Toxic. Hello. Szóval most terül neki, hogy minket nem is hallanak, csak padát. Nem hallanak. Köszöngetünk az embereknek. Nem hallanak, hallottad? Nem hallom. Itt egy nyuszi az Harris. Igen, meg egy maci a szekrénybe. Mutasd magad. Patricia Harris. Pincé bölcsém, olyan meleg van, 25 fok. Megyünk oda.
Meleg van? Há. Patricia van a Harris. Maxi van, hogy a pincében? Nem voltam. Befűtötte a pincé. Patricia Harris, de ne gyertek már utánam. Egyedül akar lenni, hát tiszteljétek a personal space-t. Hát nem azért, csak hát nálam van a helyeme. Toxic ez megint betalált. Mi? Toxic nyomott egy izét, benget. Ja. Hopp. Ja nem, ez nem az. Sok valaki villogott a lámpájával. Basz meg. Ópp, itt 2 fok van. Hol? Itt erre. Garázsba. Nem, most már nem elment. Patricia Harris. Csak rám zárt a... oda. Patricia Harris. Utasd magad. Ez megint nem értem, mert... ez gagyi. Tehát, hogy így... Na, van az a baj, hogy nem tudod kiválasztani, hogy... mondjuk ne gagyit dobjon. Tehát, hogy így, és egy órája, akkor menjünk le a pincébe, valószínűleg ott lesz amúgy, és egyedül. Hát menjünk le egyedül. Nincs nálam lámpa, ugye? Kivettét? Itt van, gyere, adok egyet, hogy legalább felkerül egy helyén nálam. Hol vagy? Itt van, tessék, ott van a földön. Kiveszem a macika. Mi van, Pada? Ez mi? Ez egy kamera. Patricia Harris. Mutasd magad. Patricia Harris. Patricia Harris. Mutasd magad. Patricia Harris. Show yourself. Patricia Harris. Mutasd magad. Patricia Harris. Patricia Harris. Show yourself. Meg akarsz ölni, Toxic. Patricia Harris. Mutasd magad. Patricia Harris. Mutasd Patricia magad. Harris. Show yourself. Patricia Harris, mutasd magad. Hát a pince üresnek tűnik, srácok. Patricia Harris, show yourself. Amit a garázs környékén droppolgat 0,2, most itt a hőmérséklet. Patricia Harris. Patricia Harris. Pata, én mondtam, hogy erre gyűjtöm. Patricia Harris. Itt elvileg 0,2 volt. Hopp. Nem. Ez villogott? De, igen. Igen, igen, villogott. Akkor menjél ki. Akkor jó. 0,2, jó. Menjél ki. Kamerát tegyük le, várjál, és valaki nézze a kamerát. Megyek nézni a kamerát. Én csak bedobálom ide ezeket. Várjál. Viszek le neked még üzőt. Ezt a Spirit Boxot. Meg ide lerakok neked egy könyvet. Hol vagy? Ide rakjuk. Nem biztos, hogy ez a... Nem, nagyon furán mutatja egyébként a izéket, mert most, ha előveszem, most 17,1, de 1,2, aztán 16, aztán megint 1,2, egy droppolgat itt. Patricia Harris. Mutasd magad. Patricia Harris. Kamerát valaki letette? Az előszobában a fény hirtelen megvillant. Kamerát valaki letette? Én nem. Nem is tudod lerakni a kamerát, hát nincs izénk. Tripodunk. De a polcra engedte be. Ja, aha, de úgy lerakhatta. Lerakhat. Okay. Na úgy. Lerak. Ugye nézem, hogy jót lett. Hát hallod? Hoppá, kettes. Hoppá, hoppá. Kettes. A kamera, itt az izére. Na, látlak. Valakinek a melkasát most kell a kamerába. Patricia Harris. Mondjuk egyszerűbb, hogyha a testről lehet nézni. Patricia Harris. Lekapcsolt a lámpát. Oh. Valendék szpíripok. Itt izé, itt volt egy, az a hang, ami tudod ott a... Egy ilyen háááá hang, nem? Igen. Ilyen első Patricia hangom. Harris, adj jelet. Akkor az azt jelenti, hogy van Spirit Box. Patricia Harris, adj jelet. Olyan, mint az, ki lehelte volna az utolsó Patricia Harris. De a Spirit Boxunk van valahol? Oda itt volt lent. Oda elég. Patricia Freezing Harris, adj jelet. Nem ment, csak 0,1-ig le.
Ghostwritingunk volt? Letettem a könyvet. Igen, igen. Mi? Van benne ghostwriting? Igen. Akkor le kell fényképezni, azért kapsz pénzt. Hát, tényleg? Jövök, jövök. Júj, első ghostwritingunk. Jövök, hol van? Ott van benne a garázsban, fényképezd le a ghostwritingot, kért elvileg plusz pénzt. És hol van az a... Hoff. Világíts majd ide. Maxi, hogy fényképezett te? 70 éves. Oh, meghaltam. Ki halt meg? Hát, azt, amit csinál. Nem énekel. Haltam meg. Nem halt meg. Énekel, és kiakadt a hőmérsékletmérő totálisan, nagyon durva volt. Akkor elektromos kalibát csinál. Hát most majdnem meghaltam. Nálatok is énekelt? Vagy csak nálam? Vagy? Igen, nálam is ilyen... nem megakadályoztam a krucifixel. Lemegyek megnézni, hogy van-e fingerprint, jó? Hol volt valaki, akinek van lámpája, oda vezet? Neked nincs lámpám. Nem, ott valami. Fényképezőképpel kéne róla csinálni egy képet, mert oda van írva, hogy... De még fel se tűnt. A szellemről, azt írja, hogy csinálj fényképet a szellemről. Hol voltam, hogy a szellem? Itt, tehát itt a kocsi mögött, ahol most állsz. Bekapcsoljátok a lámpát, légy. Megnézem, van-e ghost orb? A lámpát kapcsoljátok fel. Le van. Valaki összemült világi. Igen. Vada. Patricia Harris. Patricia Harris, utasd magad. De most nincs az EMF mérő. Itt van, ötös! Ötös volt! Patricia Harris. Mutasd magad. Adj jelet, Patricia Harris. Jó, srácok, megvan. Nem baj. Azt mondjátok, hogy volt Spirit Box. Énekelt, meg ilyeneket csinált. Patricia Harris, volt mutasd magad. És ötös EMF, akkor csak Spirit lehet. Patricia Harris, mutasd magad. Mert hogy nincsen freezing temperature. Patricia Harris, mutasd magad. Hát akkor próbáljuk meg, hát ha. De nem, hát, de srácok, le kéne fényképezni, meg... Van fényképezni a képünk? Itt van nálam. Figyeljetek, én elolvastam, hogy kell a krucifixet használni, és igen. Így. Tedd le a krucifixet a földre a szobában. 3 méter rádiusza van. Szóval el kell dobnod, amikor támad, amikor Hunter rádobod. Itt van valahol. Basz meg, Hunter. És sikerült. Oké, húzzunk innen a picsába. Elvileg rádobod a krucifixet, és akkor működik. De nem húzta ki a Prevent the Ghost from Hunt David krucifix. Két krucifixet dobtam el. Hát és azt írja. Pada? Igen. Nem úgy volt, hogy lefotóztad? Én nálam nincsen. Mondtam, hogy nálam van a kép, de nem tudtam lefotózni, mert nem volt sehol. Nyomtam egy-két képet, de sehol nincs. Vagy egyet. És van még fényképünk? Hát van még 3. Akkor menjünk vissza, hát mi bajunk lehet? Meghalunk, ennyi. Amúgy is kell még egy kis őrültség, ugye? De az biztos, hogy ott van a... 58, egész jól. Ja, mert ne udató. 32, én 77, hol maxi 40. Te személy, gyere elő! Oda szólj már neki, te haverod. Meg kéne fényképezzen. Patricia Harris, show yourself. Patricia Harris. Te nem rá kell dobnod, leteszed a szobába. Hogy ott hagyod. És akkor, ha mákod van, a krucifixnak a 3 méteres közöttében kezd el hantolni. Ah, ez megint volt egy spirit box. Úgy látszik, hogy menjetek ki. A krucifix nem állítja meg azt a hantolást, ami már egyszer elkezdődött. Tehát
hantolás előtt kell, igen, eldobnod akkor. Tehát hantolás előtt kell technikailag használni a crucifixet, hogy hantolásnál jó legyen. Hol van? Itt van. Fotózd le, ott van szembe. Lefotóztam? Sikere. Oké. Szóval elvileg, hogyha elkezd a lámpa villogni, meg ugye bezáródnak az ajtók, az azt jelenti, hogy megkezdődik a hantalás. Ez még a hantalás előtt van, tehát akkor, ha lehelyezed a crucifixet, akkor elvileg... akkor elvileg úgy működik. De ez nem igaz, ez most már, tehát ezt most, ha ezt sem adta be, akkor semmi. Tehát, hogy lent volt a kereszt, ott álltam rajta, és a szellem ott állt velem szembe, és nem csinált semmit. De mikor tetted le? Még mielőtt elkezdett izélni. Mert elvileg ugye ennyit ír a net, hogy leteszed, és 3 méteres körzet, kivéve a Banshee-nál 5 méteres körzet van. Na akkor most én feláldozom magam. Patricia Harris, show yourself. Patricia Harris, show yourself. Patricia Harris, show yourself. Patricia Harris. Kapcsold le a lámpát. Patricia Harris, show yourself. Szarik rám. Na most... Patricia Harris. Patricia Harris, show yourself. Látszik, csak velem. Ja, lehet, mert mondta, hogy csak egy emberrel kommunikál, akkor lehet, hogy totál egy ember. Igen. Akkor viszont menj be, én oda ledobtam egy crucifixet, ott van a bejáratnál szinte. Halljon meg, így van, halljon meg a pada. Én még mindig azt mondom, hogy ez egy spirit lesz. Én benne vagyok. Miért volna, ha végre meg tudnánk csinálni egy crucifixeset? Mindjárt mutatom. Megyek vissza. Ezért jó lenne tudni, hogy hol van. Jó lenne egyszer megcsinálni azért. Ennyi halál után. Villog a lámpád. Na és akkor elvileg mielőtt villog a lámpád, naha, már most fog hantolni. Akkor kell eldobni, mikor ezeket történnek. Hantolás előtt. Meghalt. De konkrétan ott voltak lent. A kettő között álltam. De akkor dobtad el, amikor villogott a zseblámpád? Nem. Ezt írta. Jó, hát akkor yeah. Szarok be. Megyünk innen. Hogy elvileg úgy van, hogy a kezedben van, villog a zseblámpa, meg ugye jönnek ezek a hantalás előtti jelenetek, és akkor ledobod a földre, és akkor elvileg preventálod magadat a hantalástól. Menjünk, mert minden kész van, már csak kell találnunk a Jézust. Én a Spiritre tippelek, ti mit szóltok hozzá? Tényleg? A vadászat is kész lett. Megcsinálta! Preventáltad. Ügyes vagy. A tök jó, hogy meghaltam, tehát hogy preventáltam. Akkor még se kell felmenni. Na mire? Ezért? Spirit. Akkor... Mindenki rárakta a Spiritre? Aha. De a haláloddal kihúztad az a hármas taszkot. Na? Mehetünk. Hát ez abszolút én rám volt, és megint kihalt, meg... De nézd a jó oldalát, sikerült a krucifixes preventálás. Nem tudom. Azért, mert én kim voltam. Ki ez a szép csoki fiú itt a kocsiban? Maxi. És te valami teljesen más. Tehát mit tudom én, WC-kefe. Mining. Mi az? De miért? De miért nem tudjuk eltalálni, hogy mi az? Olvassuk meg a Milingot, most ennyit kell. Ez zseniális. Hol van az info? Azért nem csak bent a játékban. Nem? Vagy valahol kint is kint van? Nem tudom. De srácok, ennyi volt mára, szerintem én élveztem nagyon, bár én haltam meg 3-szor. Nem, nincs itt. Most a nyert pénzből pada temetésére megy el. De 3-szor kell elmondani. Van olyan napot hívás, hogy éljen túl alapfelszerelésben.
Na, szóval srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Jó volt szerintem. Vagyis én egyet se. Na mindegy. Nem csíte. Jó éjszakát mindenkinek, köszönöm szépen Starbunny-nak. Sziasztok, jó éjszakát. Wolfnak. Sziasztok, jó éjszakát. És Maxinak. Szevasztok. De miért? De a hölgyet kell előbb említenem. Persze, azt nem tudom, hogy Wolfot mondod engem meg legutoljára. Jó, akkor még egyszer Starbunny. Sziasztok, jó éjszakát. Maxi. Sziasztok. És Wolf. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és köszönöm szépen nektek is, nézők, hogy itt voltatok velem. Holnap találkozunk valamilyen streammel. Még nem tudom, de majd jelentkezem. Sziasztok, hello, hello. Itt vagyok, még hallott, láttam, toxik, szia!